Életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. Nemes Takács László, festőművész és restaurátorral beszélgetünk heti portrénkban, akivel majd mindjárt eltérünk, hogy hány éve ferencvárosi lakós, nem most költözött ide, de amit még fontos tudni, hogy elég sok díjjal is rendelkezik, többek között kiváló munkáért kitüntetést kapott, majd 91-ben restaurátor nívó díjat, 2009-ben a Pro Museo Nazionale Hungarico emlékplakettet, és 2010-ben pedig Ferenci Noémi díjat is kapott. Kezdjük rögtön avval, hogy hány évet élt itt Ferencvárosban, illetve még most is itt él? Az így egyszerűbb a kérdésre a válasz, hogy mennyit éltem eddig Ferencvárosban, a Vendel utcában körülbelül 3 évet, akkor a ferencvárosi önkormányzattól kaptunk lakást Békésmegyeren, és azért költöztünk el. És aztán jóval később tudtam én visszavásárolni, vagy visszajönni Ferencvárosba, és hát ott most már 19. éve élünk újra Ferencvárosban, egyrészt a Bakács téren, és aztán most itt az Üllői úton. Tehát összesen ez 22 év, ha jól számolok. Bár matekból mindig gyenge voltam. 6 voltak ugye testvérek, picit a gyerekkorára menjünk vissza. Olvasva az életrajzát, nekem azt tűnt fel, hogy az édesapja elég nagy hatással volt az életére, a szakmájára. Ez így van? Milyen emlékei vannak így a gyerekkorból? Mindannyiunk életére nagy hatással volt, mert egy olyan emberről beszélünk, aki magyar történelem tanár, általános iskolai tanár volt, emellett szlőcs szakos, azt manapság nem nagyon lehet tudni, hogy a szlőcs szak az mi volt. Az micsoda? A politechnika oktatás előtt volt egy ilyen elképzelés, hogy szlőcsöt kell tanítani, ami lányoknak konyhafoglalkozást tanított volna, a főzéstől, takarításon keresztül a hímzésig és a mindenféle ilyet. A fiúknak pedig azt, ami a politechnikában megmaradt tulajdonképpen, tehát a ház körüli férfi munka, vécé tartályjavítás és más egyéb ilyenek, hogyan kell a villanykörtét kicserélni és ilyesmi. Anna, ebből az az érdekes, hogy édesapám, aki a 6 gyerek mellett, eleinte 4-en voltunk, aztán egyre többen, nem volt elég pénz arra, hogy játékokat vegyen. Tehát nem vett, hanem készített. A játékkészítés az először úgy indult, hogy a megvásárolt tűzifából fűrészelt, reszelt ki vasúti kocsikat, ami az akkor már értéktelen pengő érméknek érméket használta föl kerekeknek. Úgyhogy a mai napig nagyon emlékszem egy ilyen hűtővagonra, amit fehérre volt megfestve, és feketével azok a tartó vasak, hát ezt vasutasok inkább tudják, hogy hogy nézett ki annak ide egy hűtővagon. És ilyenből több minden volt, de ugyanígy a Géza öcsém, a gonosz farkas, tud mesélni. Jaj, nálunk a családban mindenkinek van valami neve. Ja, tehát, és az ön neve mi egyébként a családban? Az én családi nevem Kalapos, de ennek egyszerűen az az oka, hogy nekem volt egy kalapom. De édesanyámat Nagymedvének hívtuk, a gonosz farkast, aki most már egy nagyszerű nyomdász, a pasi, és soha nem volt egyetlen gonoszsága se. Csak egyszer berohant még a Csaba utcai lakásba az egyik ajtón, és a szemüvegét az órán főtolt, és az kibolt borulva. És akkor én vagyok ilyenkor a gonosz farkas, és kirohant a másik ajtón. Hát ezt a mi családunkban nem lehet ilyeneket mondani, azonnal gonosz farkassá vált. Egyszer mindenkorra, ennek legalább 30 éve. De apukája nem csak... Az egyik húgomat Tigrisnek hívjuk, szóval mindenkinek van valami neve. Nem csak játékokat készített, hogyha jól olvasom az életrajzát, akkor festett is, színdarabokat írt. Igen. Nagyon sok mindent, és nagyon komolyan és szépen. Hát a családunknak van egy ilyen, nem tudom, átka. Szóval a lényeg az, hogy az édesapám apja, tehát az én apai nagyapám, a Horthy rendszerben vezérkari tiszt volt. Még ráadásul royalista. Na most az a kettőt, ha valaki földrajz, vagy egy történelemmel foglalkozott, az tudja, hogy ez ellentétes a dolog.
ki is írtották szegényként, úgyhogy a vége az lett, hogy a Margit körúti fegyházban letöltött szem 3 évet, egy ilyen mondva csinált per eredményeként. Az aztán kélyes és kínos befejezése ennek a történetnek, hogy amikor bejöttek a szovjet hadsereg, mint a Horthy ellen álló vezérkari tisztet rehabilitálta, visszakapta az alezredesi rangját és a fizetését, ez volt 51-ben. 56-ban a nagypap, 52-ben ő meghalt, 56-ban a két gyermeke, édesapám is, meg a Manyi néném, nagynéném, mind a ketten hát a rossz oldalra álltak, a jó oldalra, hogy úgy mondjam. Tehát forradalmár ellen forradalmárok voltak, ennek következtében voltak negatív hatások. A lényeg az, hogy édesapám soha nem kiállíthatott, meg soha nem fogadták el semmi kéziratát sehol, mert ő megbízhatatlan volt politikailag. Ebben ő aztán annyira beletörődött, hogy már amikor lehetett volna, akkor se próbálta. De azért ez egy szégyenletes dolog, hogy ő neki, aki sokkal jobb festő, meg hát gyönyörű verseket, több mint 100 verset írt, drámákat írt, színpadi játékokat, ebből semmi soha nem vált közkincsé. Én, aki egy ilyen halvány utód vagyok, nekem 25. kiállításom lesz mindjárt. Lehet, hogy ez a, hát nevezzük, bár nem gondolom, hogy sikertelenség az apukájának, de nyilván az, hogy nem lett kiállítva, azért valahol... Nem volt a siker, ő nem annak fogta fel. Nem annak fogta fel. Szóval hogy ez vezette önt a festészethez? Hát így innen nem? Nem. Ez egy teljesen más dolog. Ugye én a gimnázium elején jöttem rá arra, hogy én festeni akarok. Mindenféle. Nekem muszáj rajzolni, festeni. És én nagyon csuda dolgokat tudtam kitalálni. Képzelj el, kávéfőzőgépeket terveztem. Első gimnazista koromban. Meg apám látta ezeket a dolgokat, és mondta, hogy ez nem egészen ilyen egyszerű, mert előbb tanulj meg fiam rajzolni, mondta ő. És akkor kitalálta azt, és ez is jellemző őre, hogy legyen két autógyár. Az övét azt úgy hívják, hogy Capria. Én is tervezzem meg az én autóimat, ő is megtervezi a saját autóit, és minden héten meg kell mutatni, hogy miket terveztünk. Nagy játékos volt. Igen, és akkor ebből az következett, hogy ilyeneket kellett nekem, muszáj volt megnéznem, hogy, és akkor, hogyha egy autónak az első kereke nem előrefelé, hanem egy kicsit kanyarba áll, akkor az már nem kerek, hanem tojás alakú. Magyarul, ezt úgy hívják magyarul, hogy skurcban van, ugye? Ezeket meg kellett tanulni, végig kellett mászni ezt a dolgot, és ez történt folyamatosan. Ennek a vége az lett, hogy a harmadéves koromban már eljártunk a Gelléri István grafikussal tájolni, meg tehát kimentünk kirándulni, festettünk, mint az őrültek, meg mindenféle szőnyegeket terveztünk, meg miket, és akkor hát ugye volt egy társaság, ahol el lehetett vinni egyrészt ezeket a rajzokat bemutatni, másrészt volt Irsai Nándor, akinek én sokat köszönhetek, nekünk általános iskolás korunkban volt ő rajztanárunk, egyébként a 60-as években a svéd adócégnek itt Magyarországon, a Piller Bieber műhelyben, az Ürömi úton, ő volt a reklám szakembere. Wow. Tehát ő tervezte a svéd adócégnek, az egy ilyen irodagépeket gyártó társaságot, a plakátjait. Valaki fejtse meg, hogy ez technikailag hogy lehetett lebonyolítani mondjuk 63-ban. Igen. Mert még akkor ugye internet meg ilyesmi persze, nem. Tehát ez persze. Postán lehetett valahogy csak. No, és akkor nagyon szárazon, de gyönyörűen dolgozó grafikus volt. Soha nem fogok elfelejteni egy Hamlet plakátját, ami csak ugye egy tenyér, és rajta a Jorrik koponya. De úgy meg, hát a hiperrealizmus maga, de gyönyörűen volt megcsinálva. Szóval hozzájártunk bemutatni a cuccokat.
máshol? Festészet, tehát ugye a restaurátori igen. szakma a másik. Hogyan jött a festészetből a restaurátori? Ja, hát úgy jött, hogy édesapám beteg lett, eltört a hátgerincét, és akkor nekem muszáj volt elmennem gyorsan dolgozni. Gyorsan elmentem dolgozni az elektroakusztikai KTS-be, ahol 2 évig voltam kocsikísérő. Kocsikísérő? Igen, pakoltam a teherautót leföl. Az azért volt nagyon jó, egyrészt azért, mert egy nagyon jó sofőr mellé kerültem, bizonyos Molnár János, Dunakeszin lakott. A munkák egy része az volt, hogy a teherautón behordjuk a KTS-be a nyersanyagokat, tehát vaslemezt, meg ilyesmit. Voltak ott nagy csibészkedések, mert ugye az vaslemezt, azt kötekbe odaadják az 1 méterszer 2,5 méteres vaslemezt, az darabonként áthúzni a teherautóra, az egy hosszadalmas dolog, és őrült mód fárasztó. De ha az ember akkoriban vitt a darus embernek egy 1,5 literes lánchíd konyakot, akkor meg lehetett beszélni, mert ő nem rakhatta rá a ponyvás autóra, mert összetörte volna az autót. Uh-huh. De azt megtehette, hogy az autó mögé, vagy mögé leeresztette a kellő magasságba, amikor én ordítottam egyet, akkor megállt, én meg betoltam a helyzébe, és ő leeresztette. Ilyen alapon aztán nem sokat 5 perc alatt meg volt rakva az autó. Úgyhogy ilyenekkel boldogultunk, meg hát ugye bejártuk az egész országot, mert ugye a EOKV csinált akkoriban K2-es lámpát, azt hiszem mindenki ismeri, íróasztal lámpa, ez a marha nagy kalappal, és azt is gyártottuk, gyártottunk dugóhúzót, vagy ezért dugóhúzók, villanydugókat, meg ilyen ajzatot. De közben mellette festett is egyébként, tehát hogy ez, közben ez maradt? Közben persze, állandóan esténként, amikor éppen. De lemezjátszót is, az, hogy fölülről nyomonkodott, EOKV lemezjátszót, ennek volt mindenféle fajtája, bútorral együtt, meg bútor nélkül különben. És akkor hogyan jött innen a restaurátori ezt vittük munka? Szerte szét az országba, az összes keravélba terjesztett, vagy terítettük az árut, és elindultunk hétfőn reggel, és mentünk közébe, Tatán, meg Pécén keresztül, Győr, Szombathely, Nyavaja, és akkor úgy jöttünk vissza, akkor már ifateherautóval, de közben mindenhol, és ezért volt nagyszerű az én sofőröm, mindenhol el lehetett menni egy kicsit, megnézni a templomot, megnézni a helyi történeti múzeumot, amennyit időt lehetett így csempészgetni, azt csempészgettük, és jó volt. Úgyhogy én azt akartam, hogy most már akkor én németből érettségiztem, tehát gondoltam, hogy hungarokamion, és akkor enyém a világ abban az időben, még ugye nem lehetett másképp eljutni. Aztán édesapám meggyógyult, és azt mondta, hogy szó nem lehet róla. Ha már így vagy, hogy autó meg a teherautó, akkor közlekedési múzeumban beszerzett segédmunkásnak, havi 900 forintért. És akkor ott ragadtam. Először alaptanfolyamot végeztem, és akkor így műszaki fémrestaurátor lettem, és hát így belem lehetett mászkálni mindenféle régi autóba, motorkerékpárba, egészen ritka dolgokba, Maybach Zeppelin autó, hát soha nem fogom elfelejteni, 12 hengeres soros motor van az elején, ekkora rohadt nagy lámpákkal, szóval gyönyörű darab. És persze ennek megvolt a háttere is, ami nem volt annyira, mégis egy kicsit elmondom. A suliba tanultunk ilyeneket, hogy részpénzeket hogy lehet tisztítani, nyílhegyet hogy lehet tisztítani. A közlekedési múzeumban meg ott volt előttem a 424-es gőzmozdony. És ezt nem lehetett belerakni üvegpohárba, meg kifőzni, persze, meg ilyeneket. Tehát ki kellett találni, hogy ugyanazt az eljárást hogy lehet egészen másképpen megcsinálni. Ez persze sok kudarccal is járt. Szóval én nem azt mondom, hogy mi ott nagyszerű restaurátorok voltunk, keservesen kínlódó restaurátorok voltunk, akik megpróbáltunk műhelyt létrehozni először, másrészt meg kitalálni azt, hogy mi a macskával itassuk be azt a vegyszert, mert különben lecsurog. Tehát az valamivel metilcellulózba, ebben a laptevkenő, és volt egy ilyen gyönyörűség, de bele lehetett keverni a jószágot, és azt föl lehetett kenni a mozdony oldalára, annélkül, hogy lecsurgott volna. De hát ezek nem voltak egyszerű dolgok. Sok szép dolgot megcsináltunk azért.
Képzőművészeti Egyetem közgyűjteményi tárgyrestaurátor szakát végezte, ugye egészen pontosan igen, ez a... Igen, 74-78-ig. Igen. Aztán tanított, hányos évektől? Az már sokkal később volt. Hogy az önmagában még azért érdekes, mert a közlekedési múzeumban egy kicsit később papírrestaurátor is lettem, és akkor azt pedig a Széchenyi Könyvtárnak a Kódex restaurátor műhelyébe tanultam Koszocsai Ildikótól, meg Szalai Veronikától, akik ismert restaurátorok, és kitűnőek. Na, a lényeg az, hogy az egyetemen, vagy akkor főiskolának hívták még, az volt az egyik követelmény, hogy a vizsgatárgyat be kell vinni az Andrássy útra az épületbe. Uh-huh. A 424-est, vagy a repülőt. Hát az hogyan? És akkor kitalált a Kóczi Anné, hogy a egyik külső raktárban van egy háborús sérült japán gyaloghintó, az akkor még azt mondták, hogy kínai gyaloghintó, sőt, ebben volt egy kis kaland is, mert egy idős bácsi, aki ott dolgozott, állította, hogy az nem is kínai, meg nem is japán, semmi, ez egy színházi díszlet. Na, kiderült valaha is, hogy az-e, vagy nem? Kiderült, mert a restaurálás közben kiderült, hogy több rétegben van rajta a lakmű. Most a lakmű és a olajfestés között nagy különbség van. Aha. Pláne több rétegben, hát ki az az őrült, aki több rétegben. A lakműveknek az elkészítése az több év. Igen. Tehát egy színházi díszletnél ez nem valószínű. Igen. És hát nem volt nehéz a dolog tulajdonképpen, mert amikor már odáig eljutottunk, hogy itt semmi nem stimmel, ami a leltárkönyvekben van, elvándoroltam a Kelet-Ázsiai Múzeumba, ahol ránéztek a fényképre, és azt mondták, hogy Japán 19. század közepe férfinek készült, férfi számára készült a gyaloghintó. Na most ez azért volt érdekes, mert egyrészt lakmű, tehát az én diplomamunkámnak az elméleti része a kelet-ázsiai lakművesség, mint olyan. Hát az is egy akkora falat, hogy lehet vele kínlódni. Gyönyörű téma egyébként. Na de az 300 valamennyi aranyozott vörös rézveret van a hintón, amit hát ugye egy teljesen más fémeseknek való feladat, és belül aranyozott papírtapéta, tán virágok, illetve ilyen gyönyörűséggel rebdeső kis madárkák vannak tapétára festve. Ami hát ugye a papírrestaurátori feladat. Az már csak az egészen tényleg itt csimbók volt, hogy volt rajta két könyöklő párna is, textillel borítva. És hát ezeket mind kellett tisztítani, kiegészíteni, rendbehozni. Jó meló volt. Mi, ami leginkább, amiről azt mondaná, hogy ez vagyok én a festészet, vagy a restaurátori munka? Melyik áll legközelebb önhöz? Na, ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni. Mind a kettő legalább annyira fontos. Nézze, az én számomra a festés, az én számomra a restaurálás az igazából egy nagyon izgalmas, érdekes munka. Én nagyon sokfelé hordott az életem. A közlekedési múzeumból elkerültem, akkor Kaposvárra, Somogy megyei múzeum restaurátor műhelyének a vezetőjeként, Szennán, az ottani szabadtéri néprajzi gyűjteménybe fa épületeknek a konzerválását, illetve kiegészítését, a kiegészítések színezését csináltam úgy, nem egyedül természetesen, hogy ezt még aztán Németországban is csináltuk egy kicsit. Tehát az is egy izgalmas dolog volt. A festészet én nekem, hogy is mondjam, csak mindig, én azt festem, ami éppen eszembe jut. Tehát nincsen festői, az poétikám, vagy különálló stílusom, vagy mit tudom én. Nekem eszembe jut, hogy egy zongora tetejére fölültetnek egy fekete macskát, illetve az ott ül a tetején, miért ül ott? Mert arra vár, hogy játszanak vele, rajta. Tehát a fekete macska és a zongora ugyanaz a dolog. Ott fog a falon. Aha. Egészen ökörmód nagyon szerelmes voltam valakibe.
akit nagyon túl tiszteltem, meg túl csináltam az egészet, és egy szép napon azt mondta, hogy menjek a fenébe, és akkor úgy lett a Búcsú című kép alatta. De én tudom, hogy ez nem ugyanaz a stílus. Uh-huh. Nekem nem fontos az, hogy stílusom legyen. Nekem az fontos, hogy ami éppen aznap bennem van, kedden délután 6-kor, azt én megfessem. Uh-huh. Megfestettem. Most már elég sok mindent nem túl vagyok. Ugye volt 24 kiállításom idáig. Van képem New Yorkba, vannak képeim Németországba, vannak képeim, most Itáliában van egy ilyen, most már visszatérő Kuncsaft, aki megveszi a képeimet időnként, sajnos csak akkor vesz, hogyha itt van Magyarországon. Ma is fest még? Persze. Itt látjuk ezeket a kis mozdonyokat, erről még néhány szót szeretnék érzni, mert ez, amikor bejöttünk, ez így nagyon megfogta, hogy ezt öngyűjti. Nem. Ezeket az édesapám... Na, a következő helyzet, ott lehet látni három mozdonyt. Ezt a három mozdonyt édesapám tervezte, részben kivitelezte, illetve ebben besegítettünk mi is gyerekek. Ugyanez vonatkozik a tartálykocsira, illetve erre a postakocsira itt ez? A szélén, igen. Megmutatjuk. Ami hát egy kicsit romos állapotban van most már, de csukható ajtókkal működött annak idején, végzárlámpákkal, ezt úgy hívják. De ez apukája tervezte, önök is segítettek, mint gyerekek ennek a... Persze. Uh-huh. Ugye édesapám egy vasútmodellező szakkört indított a Mávtelepi Lenin úti, akkor Lenin úti, uh-huh. most Szent Korona utcai általános iskolába, ahol, ha jól emlékszem, akkor 5-től 8-ig jártak a gyerekek. Miért vasútmodellező szakkör? Azért, mert Rákospalotán a Landler Jenő járműjavító volt, azelőtt István Telki főműhely, volt nagyon sok szülőnek a munkahelye. Tehát az, hogy Rákospalotán vasúttal foglalk, hát a mi utcánk végén ment el a vasút állandóan. Uh-huh. Úgyhogy ez teljesen természetes dolog volt. És akkor itt meg lehetett tanítani a kölyköket arra, hogy pontosan dolgozz, hogy külön feladatod van, azt élvezd, mert mindig volt valami gyönyörűséges eredménye a munkájának, akár minden este. Ezekről úgy tessék elképzelni a dolgot, hogy erről a kocsiról legalább 30-40 műszaki rajzot adott ki, a műszaki rajz törvényei szerint, ahol meg volt mondva, hogy ennyi milliméterszer, annyi milliméter, olyan izében amely, és akkor azt le kellett vágni, meg kellett hajlítani, és egy ötödikes, hatodikosnak az is egy buli, hogyha a tetejére rárakják, és beleillik a helyére. Igen. És hát a mozdonyoknál meg az, hogy megtekertük a mozdony motorját, ami hát semmi más egyébre nem hasonlított esetleg, mert apám teljesen új motort tervezett, és az először elindult, az egy nagyon nagy, hát olyan indián tánc volt, hogy azt el nem tudom mondani ott a műhelybe. Hát nagyon szépen köszönjük, én sajnálom, hogy ennyi időnk volt rá, mert még tudnánk órákat beszélgetni, mert lenne miről, hát úgy lenne érzem. Miről, igen. Mindenesetre azt úgy megállapítom, hogy kreativitás, művészetet akkor volt honnan örökölni. Igen, és ennek én igyekszem megfelelni. Nagyon szépen köszönjük.